Ebben a videóban megismerkedünk a háromszög súlypontjának kiszámításával, majd pedig feladatokat oldunk meg a súlyponttal kapcsolatba. Arra kérlek, hogy mielőtt meghallgatod ezt a videót, tanuld meg a két pont távolsága, a feleszőpont koordinátái, illetve az adott arányba osztópont koordinátái című videóimat, azért, mert nem csak a bizonyításhoz, hanem a feladatok megoldásához is szükség lesz ezekre az ismeretekre. Tudjuk, hogy a háromszög súlyvonala a csúcsot a szemközti oldal feleszőpontjával összekötő szakasz. A háromszögnek három súlyvonala van. Talán az elnevezés onnan származik, hogyha a súlyvonal mentén alátámasztunk egy háromszöget, akkor az egyensúlyba marad. Ha tehát kivágsz mondjuk kartonpapírból egy háromszöget, megrajzolod az egyik súlyvonalát, vonalzó élén alátámasztod a súlyvonal egyenesen mentén, akkor a háromszöget egyensúlyba fog maradni. A súlypont a súlyvonalak metszéspontja. A csúcstól számított kettő egyarányú harmaduló pont. A háromszögnek egy súlypontja van. Ha ezen súlypontban alátámasztom a háromszöget, akkor az egyensúlyba fog maradni, nem fog elbillenni. Most nézzük meg azt a levezetést, ami megmutatja nekünk, hogyan tudjuk a háromszög súlypontjának koordinátáit kiszámolni a csúcs koordináták segítségével. Nyilván az előbb említett két dolgot fogunk felhasználni. Az egyik az, hogy a háromszög súlyvonala a csúcsot a szemközti oldal felező pontjával összekötő szakasz. Én most az A csúcsból kiinduló, a szemközti kis A oldal felező pontjába futó kis SA súlyvonalat tekintettem. Először is kiszámoltam a kis A oldal, azaz a BC szakasz felező pontjának koordinátáit. A felező pont absziszája. A végpontok absziszáinak átlaga, azaz x2 meg x3 per 2. A felezőpontom koordinátája a végpontok koordinátáinak számtani közepe, azaz y2 meg y3 per 2. Ezt követően a kis SA, tehát a nagy A, nagy FA szakasz A-tól, tehát a csúcstól számított, kettő egyarányú osztópontját írtam föl. A szabályunk értelmében az osztópont, tehát a súlypont absziszája kétszer az x2 meg x3 per 2, meg egyszer az x1 perbefogva 3-mal. Egyszerűsítve 2-vel, és az összeg kommutativitása miatt felírhatjuk, hogy a súlypont absziszája a csúcs absziszák átlaga, tehát x1 meg x2 meg x3 per 3. Most nézzük a súlypont y koordinátájának kiszámítását. Az nem más, mint kétszer a felezőpont ordinátája, tehát y2 meg y3 per 2, meg egyszer az A csúcs ordinátája, osztva 2 meg 1-el, tehát 3-mal. 2-vel a számlálóval egyszerűsítve, az összeg tagjainak felcserélhetőségi tulajdonsága miatt a súlypont y koordinátáját úgy tudjuk kiszámolni, hogy a csúcs ordináták átlaga, tehát y1 meg y2 meg y3 per 3. Ugyanezt a technikát kellene alkalmaznunk a másik két súlyvonal esetén is, ezzel belátható lenne az, hogy mindegyik esetben a súlypont absziszája a csúcs absziszák számtani közepe, és a súlypont ordinátája pedig a csúcsok ordinátáinak számtani közepeként áll elő. Így aki emelt szintű érettségit akar tenni, annak érdemes ezt a bizonyítást megtanulnia,
hiszen egyrészt be tudja bizonyítani, hogy a koordináta geometriába hogy számoljuk ki a súlypont koordinátáit. Másrészt koordináta geometriai úton be tudja látni azt is, hogy a háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást. Természetesen középszintű érettségén ezt a levezetést nem kell tudni, ott elegendő azt megjegyezni, hogy a súlypont abszissza a csúcs abszisszák átlaga, a súlypont ordináta a csúcs ordináták átlagaként számolható ki. Nézzünk most már konkrét példát a háromszög súlypontjának kiszámolására. Legyenek a háromszög csúcspontjainak koordinátái az A csúcsé 8,2, a B csúcsé 4,6, a C csúcsé pedig 0,-2. Határozzuk meg a súlypont koordinátáit. Szabályunk értelmében a súlypont abszisszája az A, a B és a C első koordinátáinak összegének a harmada, tehát 8 + 4 = 0/3, aminek eredménye 4, a súlypont ordinátája pedig a csúcsok második koordinátáinak összegének a harmada, tehát 2 + 6 - -2, perbefogva 3-mal, erre eredményül 2-t kapunk. Ezért a súlypontunk koordinátája 4, 2 lesznek. Nézzünk még egy mintapéldát. Az A csúcs koordinátái -8, -2, a B csúcs koordinátái 4, -5, és a C csúcs koordinátái 1, 13. A súlypont abszisszája -8, -4, -1/3, amire eredményül -1-et kapunk. A súlypont Y koordinátája a csúcs ordináták átlaga, tehát -2, -5, -13/3, erre eredményül 2-t kapunk. Ezért a súlypont koordinátája -1, 2 lesznek. Most kérlek, állítsd meg a videót, és oldd meg önállóan a kijelölt feladatot. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. A most következő feladatban a háromszögnek 2 csúcsát és egy súlypontját ismerjük. Fel kell írnunk a harmadik csúcs koordinátáit. A feladat szövege így szól. Egy háromszög 2 csúcspontjának koordinátái az A csúcs koordinátái -5, -2 és a B csúcs koordinátái 3, 1. Súlypontja a nagy S koordinátái -4/3, 2. Írja fel a C csúcs koordinátáit. Készítsünk vázlatot, tüntessük fel az adott két pontot koordinátáival, rajzoljuk be a súlypontot, tüntessük fel az ő koordinátáit is, és a harmadik csúcsot, a C csúcsot, amit nem ismerek, jelöljem az abszisszáját C1-jel, az ordinátáját C2-vel. Helyettesítsünk be a súlypont kiszámításának szabályába. A súlypont abszisszája, azaz a -4/3 egyenlő a csúcs abszisszák átlaga, tehát -5, -3, -C1/3. 3-mal végigszorozva az egyenlet mindkét oldalát, azt kapjuk, hogy -4 = -2 - C1. Egyenletünk mindkét oldalához 2-t hozzáadva a C1 koordinátára -2-es eredményt kapunk. Helyettesítsünk be a súlypont koordinátájának kiszámítási szabályába. A súlypont koordinátája, azaz a 2 egyenlő a csúcs ordinátát átlaga, tehát a -2 + 1 + C2/3. 3-mal mindkét oldalt megszorozva, és a jobb oldalon a számlálóba összevonva, oda jutunk, hogy 6 = -1 + C2. Egyet hozzáadva mindkét oldalhoz, a C2-re 7-et kaptunk eredményül. Ezzel megtudtuk, hogy a háromszög C csúcsának koordinátái
Mínusz 2 és 7 lettek. Most kérlek, állíts meg a videót, és old meg önállóan a mostanihoz hasonló problémát. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. Végezetül egy kicsikét összetettebb feladatot fogunk megoldani. A feladat szövege így hangzik. Egy háromszög 10 egységnyi hosszúságú oldalának egyik végpontja a 0-6 koordinátájú pont, a másik végpontja az X tengelyen van. A háromszög súlypontja a nagy S 6-17-3 koordinátájú pont. Mekkora a háromszög harmadik csúcsának koordinátáit? Mondjuk tehát a következőt. Az A pont koordinátája 0-6. A B pont abszisziáját nem ismerem, jelölje X, az ordinátája viszont nulla, mert akkor lesz ez a B pont az X tengelyen. Ezen kívül tudjuk, hogy az A-nak és a B pontnak a távolsága 10 egység hosszú. Helyettesítsünk be a távolságképletbe, ekkor a B pont abszisziájára két megoldás jön ki, a 8, illetve a mínusz 8. Ezért az ábrán feltüntettem, hogy két ilyen lehetséges pontunk van. A két pontot jelöltem az ábrán B1, illetve B2 csúcsnak. Nézzük meg az első esetet, amikor a háromszögem csúcsai A, B1 és C1 csúcsok, a súlypont koordinátái meg vannak adva, és az A-nak és a B1-nek tudom a koordinátáit, ha behelyettesítek a súlypont koordinátáinak kiszámolási szabályába, akkor a C1 csúcsra 10-11 koordinátájú pontokat kapunk. Hasonlóképpen, hogyha az A, B2, C2 háromszögben nézzük az ismert adatokat, akkor azt látjuk, hogy most már tudjuk az A csúcs koordinátáit, a B2 csúcs koordinátáit, tudjuk a súlypont koordinátáit, és a harmadik csúcs, a C2 csúcs koordinátáit nem tudjuk. Behelyettesítünk a súlypont koordinátáinak kiszámolási szabályába, és ekkor a C2 csúcsra 26-11-es eredményt kapunk. Érdemes ezt a részletet önállóan ellenőrizned. Most pedig nincs más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy megnézted és meghallgattad a videómat. Köszönöm szépen!